ahhoz, hogy a feltámadás, a feltámasztás meg tudjon történni, szerintem át kell alakítani az itteni mátrixot, összetételt, vagy azt is mondhatnám, hogy magát a földi szerkezetet és berendezkedést, mert alacsonyabb szinteken. Ez a fajta folyamat, mint olyan, szerintem nem jöhet létre. Lehet, hogy ezért kezdett el emelkedni a bolygó saját frekvenciája, illetve ezért is, valamint azért, mert én úgy érzékelem, hogy a magasabb szintű egyetemesség, rendszer, isteni minőség, Szeretné közelebb vinni önmagához a földi létállapotokat, de ez biztos, hogy nagyon sok átalakulással fog járni, miképpen nagyon sok átalakulással is jár. Tulajdonképpen ez a fajta folyamat, átmenet, amiben most ugye az emberiség mint olyan részt vesz. Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy a mátrixot kellene valahogyan megváltoztatni, és nyilván, hogy az a cél, hogy a negatív energiák valamilyen szempontból eltűnjenek, vagy kevésbé jelenjenek meg. Én úgy érzékelem, hogy most már sokkal több pozitív energia él és működik, sokkal több pozitív rezgés jelenik meg, talán több fény, ezáltal biztos, hogy fel fog gyorsulni az idő, vagy inkább ennek az érzékelése, gyorsabban lehet majd teremteni gondolatisággal, ugyanakkor én azt is észrevettem, hogy minden gyorsabban visszahat, tehát szerintem a bumeráng effektus, mint olyan, és megváltozott, tehát a visszatükröződés, mint olyan, az én azt gondolom, hogy gyorsabbá, élesebbé és aktívabbá vált. Talán azért is, mert hogy nekünk erőteljesebb szembesülésre van szükségünk. Tehát én azt gondolom, hogy alacsonyabb rezgés szinteken például a feltámadás vagy a feltámasztás nem tud és nem is tudott megtörténni, tehát el kellett érni egy magasabb szintű frekvencia számot, rezgés szintet. Azt pontosan nem tudom megmondani, hogy hány herctől lehet a különböző lelkeket visszahívni de tudjuk nagyon jól, hogy most már a bolygó saját frekvenciája körülbelül olyan 100-150 Hz-en rezeghet, mozoghat, ami a 7,83 Hz-hez képest igencsak jó eredmény. Hát az is lehet, hogy 200-300 hz mindenképpen fel kell emelkednie ennek a szintnek, bár azt gondolom, hogy ez is még csak egy alapszintű minőség. Szerintem... Az lenne a legjobb, hogyha a Föld saját frekvenciája 500 hz rezegne, vagy mondjuk 1000 hz bár lehet, hogy akkor már nagyon sok minden szétesne, már mint az anyagi szerkezet, mert azt is gondolom, hogy az Isteni jelenés, mint olyan pontosan ezt idézi elő. Tehát Isten jelenléte, Biztos, hogy romba dönti úgymond az anyagot, hiszen Istenben, mint olyanban, ebben a rendszerben nincs anyag, és én azt gondolom, hogy nem is tűri el az anyagot, vagy mondjuk azt, hogy magát az anyag elvűséget, tehát mindenképpen le fognak csökkenni, úgymond ezek a szintek, már mint az anyagnak a jelenléte, mint olyan. Ezt én is érzékelem a saját életemmel kapcsolatban, miképpen ez a rendszer egyre inkább lép be, úgymond az én aurámba, annál inkább vonul ki az anyag, az életemből, ebből a történetből, amit én egyáltalán nem bánok, mert egyre tisztábban érzékelek, és ahogyan a tegnapi előadás kapcsán elmondtam, egyre gyorsabban tudok teremteni, egyre pontosabban, tudatosabb vagyok, úgymond erre a vállalásra és folyamatra. Ugyanakkor az időt sokkal gyorsabbnak érzékelem, nem ragadok bele a sűrű állapotokba. Tehát én azt gondolom, hogy az úgynevezett anyagmentesség, mint olyan, mindenképpen jó hatása van az emberekre, az emberiségre, csak hát ugye ezt sajnos még nagyon sokan nem fedezték föl, főleg a mai Káli hiszen tudjuk nagyon jól, hogy sajnos a mai világban ugye anyagelvűség van, tévesen, hát azt is mondhatnám, hogy ez egyfajta hibás kód, miképpen nagyon sokféle hibás kód jelenik meg sajnos a Földön, amit vagy amiket mindenképpen ki kell kódolni, felül kell írni, és hát az lenne a lényeg, ugye, hogy eme hibás kódok helyett valós és pozitív energiák és kódok és információk létezzenek, tehát az a lényeg, igen, hogy a fensőbb szintű rendszerekből hívjuk le ezeket az energiákat, információkat, és tulajdonképpen ezek hálozzák be valamilyen szinten vagy szempontból a Földet, mert akkor biztos, hogy nagyon sok minden át fog alakulni, és ahogyan mondtam, én azt is gondolom, hogy már egy ilyen rendszerben lehet úgymond létrehozni vagy megalapozni például a feltámadást, a feltámasztást. Amiről ugye én most már néhány hónapja elég intenzíven beszélek, főleg azért, mert én azt gondolom, hogy most van itt ennek az ideje, tehát ilyenfajta kinyilatkoztatások érkeznek számomra, de ezt nem csak én éreztem meg, hanem. Azok a gondolkodók, előadók, írók és valamilyen szempontból proféták, akiknek szerintem hasonló feladatuk van, mint nekem. Nyilván, hogy ők nincsenek túl sokan. Egy embert biztosan tudnék mondani, aki egy orosz férfi, és könyveket ír, valamint előadásokat tart. Most szándékosan nem szeretném kimondani a nevét, de az a lényeg, hogy én azt ismertem föl, hogy szerintem hozzánk hasonló információk érkeznek, miképpen ő különböző számsorokkal próbál meg úgymond gyógyítani, és nagyon sok mindent helyreállítani ezen a bolygón. Én ezeket a számsorokat még nem alkalmaztam, nem próbáltam ki, de hozzám egy olyan fajta kinyilatkoztatás, és vagy sugallat érkezik folyamatosan hogy lehet, hogy pont az lenne a lényeg, hogy számok vagy számsorok egyáltalán ne jelenjenek már meg egy idő után ebben a rendszerben, ugyanis szerintem a számok is nagyon sok mindent lekódolnak, és ugyanakkor különböző határokat szabnak. Tehát én azt gondolom, hogy ezt az egész elgondolást, mint olyat, magasabb szintekre kell emelni, és ott valószínű, hogy már különböző számsorok nem fognak megjelenni egyelőre biztos, hogy nagyon sokat lehet tenni ezzel a módszerrel is és ahogy mondtam, hát valószínű, hogy itt is ugye energiákkal dolgoznak sőt hát én gondolom, hogy nagyjából ez a fajta módszer hogyan működik hiszen tudjuk nagyon jól, hogy például a betűk, a számok, a hangok is ugye energiákat jelölnek. Én névelemzéssel is foglalkozom, és a különböző betűket és hangokat bontom le, és ebből írok le nagyon-nagyon sok mindent különböző emberkékről, tehát mondhatjuk azt, hogy hasonlóképpen dolgozom, működöm, mint ez a férfi, csak én a betűkkel operálok, ő pedig a különböző számokkal és számsorokkal. Hát lehet, hogy ez igazából ugyanaz a módszer, mert mind a ketten ugye energiákkal dolgozunk, hát én is, és az energiákat kódolom ki tulajdonképpen, és ezekből írok le rengeteg mindent, hiszen hát tudjuk nagyon jól, hogy az energiában, mint olyanban, rengeteg információ van, de hát nyilván, hogy nekem is el kellett jutni egy úgymond magasabb szintre, ahhoz, hogy ilyen gyorsan és hatékonyan tudjak fordítani. De ahogyan mondtam, szerintem egy idő után ezekre az úgynevezett mankokra sem lesz szükség miképpen. Nekem sincs már sokszor szükségem a különböző számokra és vagy a betűkre, hangokra, mert most már ezek nélkül is nagyon sok mindent megérzek, úgyhogy én azt gondolom igen hogy azt a fajta módszert, amit például ez a férfi alkalmaz, még magasabb szintekre lehet emelni, és ott már különböző számok sem fognak megjelenni. Miképpen, hát szerintem az isteni minőségben sem kell ilyen tételekről beszélni, nem gondolom azt, hogy például Istenben különböző számok, számsorok jelennének meg. Igazából szerintem a számokra az embereknek van még szüksége, pontosan azért, mert... Szükségünk van különböző viszonyítási alapokra és pontokra. De igazából, ahogyan mondtam, a számok nagyon sok mindent bekorlátoznak, és egyáltalán nem biztos, hogy mindig a valós információt mutatják. Ugyanakkor tudjuk nagyon jól, hogy a különböző határidőket is nagyon nehéz betartani, főleg azért, mert az energiák nem mindig úgy rezegnek, mozognak, mint ahogyan a különböző dátumok vagy határidők megjelennek, és hát ugye a tegnapi előadás kapcsán erről is beszéltem, már mint arról, hogy az emberiség mennyire nehezen tud megfelelni ezeknek az állapotoknak, pontosan azért, mert a szellemi rend, mint olyan, teljesen másképpen működik, mint, mint a fizikális rendszer és összetettség. Tehát a fizikális rendszerben nyilván, hogy minden sokkal lassabban alakul, mint a szellemi mintázatban, jóval lassabban, tehát lehetnek olyan aspektusok, amelyek a szellemi rendszerben akár néhány perc alatt is valóra válnak, míg ugyanezek a dolgok fizikális rendszerben évekig alakulnak, tehát ilyen nagy különbségek is vannak. Szintén saját tapasztalatok által beszélek. Tehát gondolom, hogy a földi ember egyik legfontosabb feladata az önuralom, ugyanakkor a türelem, mint olyan elsajátítása ami nagyon-nagyon nehéz, főleg azért, mert az anyagi rendszerben minden nagyon sűrű, döcögős, és sok esetben nehezen kezelhető. De amióta emelkednek az itteni szintek, magyarán a Schumann rezonancia, ahogy mondtam, szerintem minden felgyorsult, ezt is érzékelem a saját életemmel kapcsolatban, de lehet, hogy azért, mert én is eleve magasabb szinteken rezgek, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt, de az biztos, hogy mindent sokkal gyorsabban tudok besűríteni, és egy évet egy-két hónapnak érzékelek, míg egy napot egy-két órának. Miképpen, ugye mondjuk még néhány évvel ezelőtt arról beszéltem, hogy egy napot négy-öt órának érzékelek, és esetleg 7 évvel ezelőtt pedig azt mondtam, hogy 8-10 órának, na most ez lecsökkent egy-két órára. Ami azért fantasztikus, mert én arra jöttem rá, hogy így az ember sokkal hatékonyabban dolgozhat, sokkal több tételt tudtam így kidolgozni és átadni, ami azért nagyon érdekes, mert azt gondolnánk, hogyha mondjuk ilyen egy-egy napot rövidebb időnek érzékelek, akkor kevesebbet tudok dolgozni és alkotni. Hát ez pont fordítva van, én sokkal aktívabb vagyok, de szerintem ez főleg azért van, mert kevesebb korlát, akadály jelenik meg. Pontosan azért, mert az érzékelésem, mint olyan, már magasabb szinteken rezeg mozog, de én azt gondolom, hogy ez nem csak rám igaz, hanem úgy nagyjából az egész földnevű bolygóra. És azt is gondolom éppen ezért, hogy szerintem, a számok is egy idő után el fognak tűnni, és nem lesz szükségünk ezekre a viszonyítási alapokra, pontokra, vagy mondjuk azt, hogy mankókra. Tehát ezeket a korlátokat is el tudjuk majd engedni. Szerintem az aranykori ember, mint olyan nem fog órát és különböző naptárakat használni, miképpen egyébként már én sem nagyon. Én tíz éve nem keltem föl például óracsörgésre, és most már az érzékeléseimre, vagy az érzékelőimre hagyatkozom, ami azt jelenti, hogy én nem az óra, vagy a különböző naptárak szerint élek, hanem ahogyan mondtam, energiákkal dolgozom és mindig annak próbálok megfelelni, amit megérzek sugallatként, és teljesen mindegy, hogy akkor hány óra van. Ha kell, akkor éjjel dolgozom, és nappal alszom, és mondjuk én nem pont délben ebédelek, ahogyan nagyon sokan. Ha úgy érzem, hogy már 11 órakor éhes vagyok, akkor 11 órakor ebédelek, ha pedig csak háromkor, akkor akkor, tehát igazából nem figyelem azt, hogy hány óra van, hogy hányadika van, milyen napot írunk, és hogy milyen határidőket próbálnak szabni az emberiség számára. Ugyanis, hát az a nagyon fontos kijelentés, hogy ezeket a határidőket lehet tologatni, hát főleg akkor, hogyha az ember, mint olyan már magasabb szinteken rezeg, mozog, és az energiákkal jól tud bánni és akármikor be tudok sűríteni olyan helyzeteket, jelenségeket, amelyekre szükségem van, nem a különböző meghatározott pontoktól fog ez függni, hanem attól, hogy tulajdonképpen milyen az isteni elrendelés, és ahogyan mondtam, hát az isteni elrendelés, vagy ez a minta, nyilván, hogy teljesen másképpen működik, amiben még most ugye megjelenhetnek különböző számok, hiszen én is nagyon sokáig számoztam egyébként a különböző tételeimet, az írásaimat, pontosan azért, amit mondtam, mert nekem is szükségem volt viszonyítási pontokra, és arra, hogy lássam azt, hogy hogyan haladok. Tehát akkor lehet, hogy a különböző számokra és a határidőkre az emberiségnek még azért van szüksége, hogy lássuk, hogy hogyan haladunk, és hát ugyanakkor valamilyen szempontból ugye vissza is kell tekinteni, és hát a jövőbeni dolgokat is ugye meg kell határozni. De ahogyan mondtam, én azt gondolom, hogy magasabb tudatszintek által már nem lesz szükségünk ezekre a meghatározásokra és szerintem a különböző számokat, ugyanakkor a betűket is el tudjuk majd engedni. Hát az is lehet, hogy ilyen formán, például az aranykori mintában nem lesz már nevünk, és nem kell majd ezeket a betűket lebontani energetikailag, mert ahogy mondtam, én is eljutottam már egy olyan szintre, hogy nem mindig kell ezekkel a hangokkal, vagy mankókkal élnem, mert már így is nagyon jól érzem a különböző berkeket. Tehát az a lényeg, igen, hogy el kell jutni egy magasabb szintre, vagy mondjuk azt, hogy egy olyan létállapotba, ahol már az isteni minőség jobban megmutatkozik, hiszen én azt gondolom, hogyha mondjuk az isteni rendszer totálisan megjelenik a Földön, akkor minden ilyen dolog el fog tűnni, de akkor az anyag is. Miképpen az anyag fokozatosan vonul ki olyan emberek életéből, akik egyfajta szerzetesi minta által jelentek meg. És hát arról kell beszélni, hogy vannak itt olyanok, akik az isteni rendszert szolgálják ki, és az is lehet, hogy ők is például már a feltámadással, a feltámasztással foglalkoznak, ugyanis ez a rendszer folyamatosan nyilatkoztatja ki önmagát rajtunk keresztül, és nyilván, hogy ugyanazokat a tételeket, gondolatokat fogja leküldeni, átküldeni. Itt csak az a kérdés, hogy ezeket ki hogyan veszi. Hát ez a férfi ugye úgy kódolja ki ezt a rendszert, hogy különböző számsorokba ülteti bele tulajdonképpen ezeket az energiákat, és akkor ezeket az energiákat így alakítja. Miképpen szerintem a számsorok által különböző láncolatokat, folyamatot, vagy egy ilyen folytonos szálat épít föl, amelyeket a számok, számsorok jelképeznek. Na de ezek az energetikai folyamatok vagy láncolatok tulajdonképpen számok nélkül is megállják a helyüket. Tehát ezek csak a fizikális rendszerben kellenek, ezekre csak itt van szükség. Magasabb dimenziókban szerintem a számok, mint olyanok eltűnnek, de ugyanakkor szerintem a betűk is. Az információ nem tűnik el, hiszen maga az információ, mint olyan, Istenbe van belekódolva. Igen, tehát itt mindenképpen különböző kódokról kell beszélni, nagyon sokféle kód van egyébként a Földön amelyeket az emberiség többféleképpen fordít le, és én azt is gondolom, hogy pontosan ezért alakult ki ilyen sokféle vallás, mert hogy különbözőképpen fordítják le ezeket az infókat és kódokat, hát mindenki a saját maga tudatállapota kapcsán, na most, hogyha valamiféle egyezőség van, akkor ott nyilván, hogy a különböző emberkék egy csoportba tömörülnek, és akkor így hoznak létre Azonos vallásokat, de hát látjuk azt, hogy milyen sokféle vallási nézet van, vagy milyen sokféle hitrendszer. Ez azért van, amit mondtam, mert mindenki más-más tudatszinten tart, és másképpen érik el, úgymond az isteni rendszert és minőséget, bár sokan szerintem nem érték még el. Olyan erősen, vagy nem kerültek olyan nagyon közeli állapotba, és hát ezért van az, hogy nagyon sokféle áthallás van, és nem mindenki egyébként az isteni gondolatokat közvetíti, még akkor sem, ha azt gondolják, hogy ez így van. Mert, ahogyan mondtam, sem rezgés szintben nem értek el egy ilyen állapotot, sem tudatállapotok kapcsán. De hát próbálkoznak, ugye? Nagyon sokan próbálják megfejteni úgymond ezt a rendszert mert ezek a kódok vagy jelek ugye folyamatosan érkeznek, és hát a különböző képekről is kell beszélni, amelyekről már én is nagyon sok előadást készítettem arról, hogy Istenben, ebben a rendszerben, a magasabb szintű mintázatban milyen sokféle kép létezik, amelyeket szintén úgymond megkapnak az emberek egyfajta kinyilatkoztatásként, és akik egy ilyen vállalással, misszióval jöttek ide, ők biztosan elkezdenek beszélni ezekről a képekről, jelekről, kódokról, mint ahogyan azok, akikről azt mondják, hogy proféták voltak, vagy például a bibliai személyek, bár én azt gondolom, hogy ilyen személyek napjainkban is vannak, sőt, az is lehet, hogy sokkal többen vannak, mint egykor, és azt is gondolom, sőt, az is a tapasztalatom, hogy a nők között is nagyon sok ilyen lélek lehet, akik egyfajta isteni vállalással, misszióval szálltak alá, és én azt is gondolom, hogy ezek a kódok bennük is léteznek, és éppen ezért egy idő után készítést fognak arra érezni, hogy ezeket a képeket, kódokat átadják, kinyilatkoztassák, és így eképpen elindulnak majd egy szakrális úton, nagyon sok mindent maguk mögött hagyva. Igen, tehát hogyha valakibe úgymond ezek a kódok bele vannak táplálva, vagy úgymond égetve. És ha valaki egy ilyen csomaggal, egy ilyen vállalással érkezik, akkor az biztos, hogy egy idő után elindul egy ilyen úton. Nagyon sok mindent fog maga mögött hagyni, és egyfajta szerzetesi életet fog élni, mert olyan erősen fog bennünk élni ez a késztetés, vagy vállalás, vagy vágy. Nem is tudunk másképpen cselekedni, miképpen én sem, hiszen hát én is ilyen típusú kódokkal érkeztem, amelyeket próbáltam átadni az elmúlt évek, évtizedek kapcsán, pláne az előadások alkalmával. Ez az 1159. improvizáció 7 év során. Holnap lesz pontosan 7 éve, hogy elkezdtem improvizálni eképpen, úgyhogy lehet, hogy 1160 ilyen típusú felvétel fog létrejönni pontosan 7 év során. Hát akkor, ha mondjuk egy-két nap alatt még létrehozok egy újabb felvételt. Egyébként van még egy ötletem, amit szeretnék majd jobban kifejteni. Egy ilyen téma, és ez nagyon szorosan összefügg egyébként azzal, amiről most beszélek. Például a kódokról, a visszavonultságról, a csendről, az elmélyülésről, a szakrális útról és a női szellemi vezetőkről, hiszen ahogyan mondtam, szerintem egyre több női szellemi vezető van és lesz, miképpen a nők. Ébrednek, és energetikailag nagyon erősen úgymond jönnek fölfelé. Én is egyre több ilyen nőt fedezek föl, miképpen szerintem Karádi is ilyen volt, akiről már nagyon-nagyon sokat beszéltem, és aki 45 előadást ihletett meg négy hónap során. És valószínű, hogy a következő felvétel is róla fog szólni, róla is nagyon sok mindent aktivált bennem, de főleg ezeket a kódokat, és folyamatosan arra kér, hogy nyilatkoztassak ki. Nyilván azért, mert, hogy ő is közelebb volt és van az Isteni mintához, minőséghez, már-már már Krisztusi szinten volt, és egy ilyenfajta mintát jelenített meg, főleg most, és főleg azóta, amióta elkezdtem beszélni, ugye, a feltámadásról és a feltámasztásról, hát pláne általa. Lehet, hogy azért, mert nagyon hasonló kódokat ültetett belénk, úgymond ez a rendszer, és ahogyan mondtam, hát most van itt annak az ideje, hogy ezt a témát elővegyük, mert én azt érzékelem, igen, hogy a magasabb szintű minőség ezt kéri, ugyanakkor, Hát most már ez a cél, ez a feladat, és valamiképpen szeretné átalakítani a bolygót ekképpen, vagyis szeretnének egy olyan mátrixot kialakítani, amiben úgymond a föltámadás és az örök élet elnyerése létre tud jönni. Tehát igen, szerintem is most már ez a dolog esedékes, miképpen. Ez az orosz férfi is ugye erről beszél, és erről írt Különböző könyveket, tanulmányokat az elmúlt években hozzám is most érkeznek le, úgymond ezek az információk, most értem el ezt a közeget. Mégképpen nagyon jól érzékelem azt, hogy az Isteni minőségnek pontosan az a célja, hogy különböző lelkek újra megjelenjenek, és hogy az örök életet, mint olyat, valamilyen szempontból ki lehessen alakítani a Földön, de már egy teljesen másfajta mátrixban, Nyilván, hogy nem egy ilyen nagyon erős, sűrű összetettségben, de hát arról kell beszélni, hogy most már a bolygó saját frekvenciája nincs is olyan alacsonyan, mint mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt, tehát mindenképpen el kellett jutni ideig, de hát ezt csak úgy lehetett megtenni, hogyha emelkedtek folyamatosan ezek a szintek, hát konkrétan 44. éve, hiszen azt mondják, hogy pontosan 1980 óta indult el, úgymond ez a változás, és eltelt azóta 44 év, és ez alatt az időszak alatt, igazából én azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket értünk el, hiszen a bolygó saját frekvenciája most már minimum 10-szeres, 20 értéket mutat, ami azt jelenti, hogy végre valami megmozdult, és azt is, hogy a különböző lények fölébredtek, és hogy egyre több fény rezgés, energia érkezik. Magyarán ez a bolygó is ébred, ugyanakkor szerintem az isteni minőség is egyre közelebb jön, egyre közelebb húzza önmagához az itteni rendszert és létállapotokat, ami fantasztikus. Hát főleg azért, mert szerintem bennünket csak így lehet valamilyen szempontból megmenteni de én azt gondolom, hogy a földi mátrix, mint olyan, már eleve más képet mutat, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt. Mert alakulnak át a fizikális rendszerek, és azért, mert attól függetlenül, hogy anyagelvűség és tömegtermelés van, mégis azt érzem, hogy az anyagi rendszer, ez a fajta összetettség, Hát valamilyen szempontból omlik össze, hát gondolom, hogy főleg ezért van úgymond egyfajta káosz, mert az anyag, mint olyan, veszít a sűrűségéből, különben nem is lehet egyébként szinteket emelni, tehát ez a kétféle dolog nagyon szorosan összefügg, és ezért gondolom azt, hogy valószínű, hogy a feltámadás, vagy a feltámasztás, mint olyan, az egy idő után valóban meg tud születni, létre tud jönni, mert magasabb rezgés szinteken működünk majd. Eleve már ez a földi rendszer úgymond fellágyul szerkezetileg, és valószínű, hogy egy ilyen lágyabb közegben lehet majd a különböző lelkeket visszahívni, vagy hát úgymond föltámasztani, de szerintem úgy, hogy ezek a lelkek már más típusú testekben fognak megjelenni, vagy az is lehet, hogy inkább csak sziluettekként, ugye, hát erről sokat beszéltem. Ugyanis szerintem maga a bilokkáltatás, mint olyan is magasabb rezgésszinteken tud megvalósulni, alacsony szinteken szerintem a lélek, mint olyan nem is tudja magát kivetíteni többféle formába, alakba, tehát meg kellene határozni egy szintet, hogy maga a bilokáció, vagy a föltemadás, mint olyan, hány herctől tud elindulni. És akkor ehhez képest meg kell nézni, hogy a földi bolygó, mint olyan, most hol tart. Na most, hogyha például 200 herctől fölfele már lehet ezt a változatot eszközölni, és mondjuk 200 herctől már a különböző lelkek mondjuk föl tudnak támadni, vagy ide vissza tudnak jönni, és esetleg az örök életet is ki tudjuk alakítani, akkor lehet, hogy valóban nem járunk túl messze ettől a változattól, mert ha mondjuk a bolygó saját frekvenciája már 150 hz tart, vagy 180-nál, hát akkor már igazából nem kell olyan sokat emelni. Ugye az emelést igazából mi tudjuk kieszközölni, akkor, hogyha több pozitív energiát áramoltatunk magunkból. Persze Nyilván, hogy ehhez sokkal több mindenre van szükség, de én azt gondolom, hogy például főleg a nők a saját energetikájukkal, frekvenciájukkal is tudják emelni az itteni szinteket, mert én azt érzem, hogy ők magasabb szinteken rezegnek, sokkal több és erősebb spirituális energiával vannak megáldva, miképpen Karádi, aki szerintem ennek az egész folyamatnak, hát valamilyen szempontból a vezetője, vagy az egyik ilyen vezetője nem véletlenül talált rám, és én rá, és nem véletlenül beszélek róla olyan nagyon sokat. Tehát teljesen másfajta összetételt kell itt kialakítani. Főjebb kell emelni a tudatszinteket is. És én azt gondolom, hogy a föltámadás, mint olyan, egy tudatfeletti létállapotban tud létrejönni, illetve szerintem ott ez a folyamat állandó, és tudatfeletti mintában szerintem a feltámadás, mint olyan, az egy teljesen természetes dolog, csak az anyagi rendszerben, a sűrű fizikális összetettségben nem. Hiszen nagyon nehezen tudjuk azt elképzelni, hogy a különböző testek formák hogyan tudnak újra és újra megjelenni, főleg akkor, hogyha már ezek a testek úgymond elpusztultak, vagy leamortizálódtak, de ahogyan mondtam, én azt gondolom, hogy alacsony szinteken ezt az egész ö, átmenet vagy folyamatot nem is lehet megtenni, tehát mondjuk 7,83 hz nem gondolom, hogy fel lehet úgymond támasztani, de mondjuk 100 hz már valószínű, hogy igen, mert ott már nem annyira sűrű a mátrix, és szerintem ott már nem fogalmazódik meg annyi negatív er energiaerő. Ergo hát arról kell beszélni, hogy kevesebb olyan kitétel van, ami elvenni, elszívná az energiát, mert gondolom azt is, hogy a feltámadás kapcsán nagyon sok energiára van szükség ahhoz, hogy különböző lelkeket úgymond visszahívjunk, és újra föltemadjanak és elinduljanak, és különböző alakokat öltsenek. És hát ahhoz is nagyon sok energia kell, hogy testekben mondjuk 70-80-100 évig tudjunk élni, pláne az örök élethez, akkor gondoljuk el, hogy mennyi energiára van szükség, hogyha valamit örökké fönt szeretnénk tartani. Tehát itt mindenképpen arról kell szerintem beszélni, hogy más típusú energiákra lesz szükség ahhoz, hogy az örök élet és a feltámadás meg tudjon történni, magasabb rezgésszintű energiákról kell beszélni, olyanokról, amelyek már nagyon magas hercen frekvencián rezegnek, és hát amelyek nagyon sok pozitív energiát tartalmaznak, amelyek nagyon közel vannak Istenhez, ehhez a minőséghez, a szeretet, állapotához, tehát akkor lehet, hogy 528 hercen lehet föltámasztani, ugyanakkor az örök életet kialakítani, vagy megalapozni, és az is lehet, hogy ennél alsóbb vagy alacsonyabb szinteken nem. Tehát akkor az a lényeg szerintem, hogy 528 hercig mindenképpen föl kell emelni az itteni szinteket, és valószínű, hogy akkor ott már örök élet lesz, pláne, ahogyan mondtam, egy tudatfeletti feletti mintában, de az is lehet, hogy ez a kétféle dolog abszolút összefügg. Igen, hát én azt gondolom, hogy összefügg. Mert hát nyilván, hogy ha én magasabb tudatszintek által fogalmazódok meg, akkor a rezgés szintem, a saját frekvenciám is jóval magasabb szinteken rezeg mozog. Tehát ezért mondtam azt, hogy Folyamatosan mérni kellene a különböző lelkek, emberkék saját frekvenciáját, miképpen a bolygó rezgés szintjét is folyamatosan mérik, de lehet, hogy ez kevés. Mert ahogy mondtam, az emberek is nagyon sokat tehetnek azért, hogy itt emelkedjenek a különböző szintek, és hát lehet, hogy azért is, hogy az örök életet, mint olyat ki tudjuk alakítani, mert lehet, hogy ez valamilyen szempontból rajtunk is múlik, pláne akkor, hogyha az isteni erőket le tudjuk segíteni rajtunk keresztül, tehát önmagunkon keresztül, mert én azt gondolom, hogy az ember, mint olyan, tulajdonképpen egy közvetítő eszköz, tehát az én testem, vagy úgy egyáltalán egy test arra való, hogy a különböző energiákat lesegítsük. És az sem véletlen, hogy a test, mint olyan, így néz ki, hiszen szükségünk van szemekre azért, hogy láthatóvá tegyük, vagy egyáltalán észlelni tudjuk azokat a képeket, jelenségeket, amelyek ugye fentről, fensőbb szintű kategóriákból érkeznek. Szerintem a szánk arra való, hogy kinyilatkoztassunk, és hogy elmondjuk azt, hogy az isteni rendszerben mi meg, a kezünk pedig arra, hogy leírjuk ezeket a tételeket. Tehát a testünket mindenképpen, szerintem, eme szolgálatba kell állítani. Az lenne a lényeg, hogy a test. Ilyen szempontból, hát úgymond egy kiszolgáló eszköz legyen, vagy hogy én saját magamra így tekintsek, de mindenképpen azért, hogy én az isteni rendszert szolgáljam ki, és ne a mai démoni ördögi mintázatot. Mert ugye látjuk azt, hogy a mai Kali jugában sajnos az emberek a másik negatív oldalt, pólust szolgálják ki, miképpen eljárnak ugye robotolni, és folyamatosan termelik az adót. Na most igen, hát ők is kiszolgáló eszközként működnek, és a testük így mozog, és egy ilyenfajta állapotban él, de ahogyan mondtam, váltani kell, és az a lényeg, hogy a mi formánk, a mi fizimiskánk tulajdonképpen az isteni minőséget szolgálja ki és ne a másik negatív mintázatot, mert az a minta, az a pólus sajnos hát egy nagyon rossz irányba viszel, azt is mondhatnám, hogy a kárhozat felé. Viszont, hogyha én a magasabb szintű energetikai forrást képviselem, akkor egy idő után megüdvözülök, kikerülök innen, és én is magasabb szinteken tudok rezegni, mozogni, Nyílik a tudatosság, és egy idő után szerintem a megváltás, a megigazulás létre tud jönni, de ha a másik oldalt szolgálom ki, akkor nyilván, hogy nem. Tehát igen, én arra jöttem rá, amit mondtam, hogy az isteni rendszerben, magában Istenben rengeteg kép, Kód van. Na most az ember, mint olyan fizikális testekben, szeretné ezeket a képeket, kódokat megjeleníteni, láthatóvá tenni, de én ezt csak a fizimiskámon keresztül tudom megtenni, mert ha nincs kezem, ha nincs lábam, ha nincsenek érzékelőim, ha nincs szám, szemem, akkor egyrészt nem érzékelem ezeket a képeket, kódokat, nem tudom őket lefordítani, és nem tudom átadni, nem tudom a fizikális rendszerbe belesűríteni, belehelyezni. Tehát én azt gondolom, hogy a szemünk is egyfajta átalakító rendszerként működik. Háromdimenziósá varázsoljuk a különböző képeket a szemek által és a sík felületeket úgymond térben megjelenítjük. Na most nyilván, hogy a lábunkra azért van szükség, hogy be tudjuk járni a különböző utakat, a kezekre azért, hogy cselekedni tudjunk, és ahogyan mondtam, hát szerintem a szánk arra való, hogy az isteni tételeket, az igéket kinyilatkoztassuk, pláne akkor, hogyha már egy ilyen szinten tartunk és rájöttünk arra, hogy egyébként szerintem minden egyes embernek szerzetessé kellene válnia, mindenkinek az isteni minőséget kellene szolgálnia ekképpen. Hát vannak akik erre már rájöttek, nyilván hogy ők sokkal előrébb tartanak és magasabb szinteken rezegnek, mozognak, és valószínű, hogy ők Hát az anyagi rendszert már egyáltalán nem szolgálják ki, vagyis anyagilag, fizikálisan sokkal poritánabb életet élnek. Kivonultak a világi életből, kivonultak a sűrű összetettségből, és lehet, hogy valahol kint élnek a természetben és nem vesznek magukhoz annyi mindent, biztos, hogy ők nem fogyasztó és birtokló lények, nagyon sok mindent el tudnak engedni. Miképpen a tegnapi előadás kapcsán, ugye arról beszéltem, hogy mennyire fontos lenne az, hogy nagyon sok mindent el tudjunk engedni, és hogy az egót, mint olyat, fokozatosan le tudjuk építeni. Én egy ilyen úton mentem végig az elmúlt húsz éves kaminom kapcsán, miképpen nagyon-nagyon sok mindentől váltam meg, és folyamatosan igazából ezt teszem. Nekem ez nagyon jót tett, mert hogy egyre közelebb kerültem eképpen a szellemi rendhez, a mintához, hát valamilyen szempontból én is úgy élek, mint a különböző szer zetesek, akik az isteni rendszert szolgálják ki, és most már én is úgy tekintek a testemre, erre a formulára, hogy ez bizony a kinyilatkoztatás eszköze, hát én is ugye egy közvetítő vagyok, és fantasztikus, amikor az emberen keresztül áramolnak ezek az energiák és információk, mert nagyon-nagyon magas szintre emelnek, rezegtetnek. Tehát én minden egyes ilyen munka által egyre följebb kerülök, egyre följebb rezgek. Miképpen szerintem, a mostani előadásaim rezgés szintje jóval magasabban rezeg mozog, mint mondjuk a 7 évvel ezelőttiek. Biztos vagyok benne, hogy meg sokszoroztuk, úgymond ezeket a szinteket, vagy frekvenciákat, aminek én azért örülök, mert hogyan mondtam, hát az én életem is eképpen totálisan átalakult, ugyanakkor az anyagi szerkezet is körülöttem, sokkal lágyabb lett, sokkal könnyedebb, és kevesebb akadály jelenik meg. Tehát ezért mondtam azt, hogy mindenképpen feljebb kell emelni a szinteket, hogy az ember ki tudjon emelkedni a sűrű mátrixból, el fognak tűnni az akadályok, el fog tűnni maga a szenvedés, a különböző blokkok, mert már mi sem generálunk ennyi nehézséget, és egy idő után szerintem el lehet érni a totális szabadságot és függetlenséget, főleg energetikailag és gondolatilag, amit én már nagyon erősen érzékelek, pláne azóta, amióta karádi lénye is csatlakozott eme vállalásba, mert én úgy érzem, hogy ő a másik felem tulajdonképpen ebben a történetben, és én vele egyesültem lelkileg, energetikailag, és ezért van az, hogy még több energiám van, hogy még erősebbé vált a hitrendszerem, mert valamilyen szempontból én úgy érzem, hogy úgy egyesültünk, mint annak idején az androgűnök, csak mi két női mintát jelenítünk meg, de energetikailag szerintem mindketten magasabban rezgünk, pláne azóta, amióta ezeket az energiákat és gondolatokat összeadtuk, mint az ikerlelkek, és így ebben meg tudott születni az isteni minőség a kettőnk egyesült aurájában, és ezért van az, hogy most már ez a 20. része a Feltámadás jogrendje című sorozatomnak, amit ugye ő is ihletett, de főleg ő, mert ebben az összeadott mintában ezek a tételek vannak, és én azt is érzem, hogy itt és ekképpen az Isteni rendszer már sokkal inkább meg tud jelenni, mint mondjuk öt évvel ezelőtt, mert akkor például még nem találtam rá Karádi. Lelkére is nem egyesültem vele, nem vele éltem szimbiózisban, de most már igen. Tehát ezért mondtam azt, hogy a női energiákra nagyon nagy szükség van, a női szellemi vezetőkre, mert szerintem energetikailag ők tudják feljebb húzni az itteni szinteket, és ők tudják ezt a rendszert befordítani a rendbe és visszavezetni, hát mondjuk azt, hogy Istenbe, vagy az aranykori létállapotba. Úgyhogy szerintem ezek nagyon fantasztikus összefüggések. Itt igazából mindent egybe kell vetni. Nagyon-nagyon sok mindent fölírtam, és arra gondoltam, hogy ezekről majd külön fogok beszélni, de lámlám -lám mindent egybe tudtam sűríteni, és remélem, hogy találunk összefüggéseket, ugyanakkor hát valamilyen szempontból kerek egészé válhatott ez a felvétel, ugyanakkor ez a történet vagy kinyilatkoztatás. Tehát az a lényeg, igen, hogy az anyagi rendszernek, mint olyannak mindenképpen ki kell vonulnia ebből a közegből már amennyire lehetséges. Csak így tudjuk visszavezetni az itteni létállapotokat az aranykori mintázatba, ami magas szinten rezeg mozog, és amiben tulajdonképpen a föltámadás, és az örök élet, mint olyan, meg tud valósulni, mert ott már csak sziluettek lesznek, mert én azt is gondolom, hogy csak a sziluetteket lehet föltámasztani és örökké tenni. A fizikális testeknek mindig is lesz, szerintem, mulandósága, tehát az a lényeg, hogy mindent ültessünk át szellemi mintázatba és minden egy idő után már csa csak sziluettként jelenjen meg. Hát ezt azért mondom így, mert az egy sokkal magasabb szintű minőség. Tehát, hogyha valami így jelenik meg, az szerintem egy magasabb rendű állapot, mintha valami testbe tömörül, és ha lecsökkennek a szintek, mert akkor a tudatállapotok is lecsökkennek, nyilván, hogy az egy alacsonyabb rendű minőség, miképpen a bolygó, Hát így élt, és így működött. Szerintem pontosan azért, mert ez az egész föld tulajdonképpen kiszakadt a rendből. És ezért csökkentek le a szintek, és ezért volt az, hogy a bolygó saját frekvenciája nagyon alacsonyan rezget mozgott, nagyon eltávolodott Istentől, az egyetemes mintától, a forrástól, az édeni minőségtől, de nekünk az a dolgunk, hogy visszaemeljük a szinteket, és hát szerintem ezért szálltunk alá, ezért jöttünk vissza hogy az energiánkkal emeljük az itteni frekvenciákat, és erről a folyamatról folyamatosan beszámoljunk, miképpen szerintem én is ezt teszem, immáron hetedik esztendeje. Egyébként el kell azt mondani, hogy két nap múlva lesz a béke világnapja. A Damai Békés magazin és programom Születésnapja is ez egyben, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dátum, de ahogyan mondtam, én ezeket az energiákat a többi napon is érzékelem, és nem kötöm magam feltétlenül egy-egy dátumhoz, naphoz, vagy akár az órához, mert az energiákat már szerintem kiegyensúlyozottabban tudom áramoltatni, működtetni, így akár Ma is lehet május 9-e, a béke világnapja, még csak 7 -e van, de ne kössük magunkat ezekhez a korlátokhoz, mondjuk így, mindent engedjünk el, és ugyanakkor engedjük el a számokat, alakítsuk át őket gondolatilag, emeljük föl ezt az egész rendszert még magasabb tudatszintekre, és akkor ott ezek a mankók el fognak tűnni. És lehet, hogy egy idő után az ember, mint olyan, egyáltalán nem fog sem órát, sem naptárt használni. Szerintem ideig kell eljutni, mert ez fogja jelenteni számunkra a tökéletes szabadságot. Bár szerintem ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha már nem alacsony tudatállapotok kapcsán és rezgés szintek által fogalmazódunk meg, és akkor, hogyha az anyagnak nem ennyire sűrű a szerkezete, tehát sokkal több fényt kellene úgymond belepumpálni ebbe a rendszerbe, mert hogyha több fény, pont, energia jelenik meg, akkor én azt gondolom, hogy fellágyul az itteni szerkezet, így tudnak majd megjelenni a különböző sziluettek, és így tudnak visszavetülni azok a lelkek, akikről azt gondolják, hogy meghaltak, eltávoztak, megsemmisültek, és lehet, hogy karádi is egy ilyen létállapotban tud megjelenni, miképpen Isten, hiszen arról beszélünk, hogy az Isteni jelenés hogyan tud valóra válni, milyen közegben tud megnyilvánulni, szerintem egy olyan közegben, amiről én beszélek 20. alkalommal. És akkor azt is mondhatom, hogy most már elérem a 29 órányi improvizációt emelt témával kapcsolatban, mint ahogyan már 28 órát ugye végig beszéltem, kizárólag a föltámadásról és az örök élet elnyeréséről, és arról, hogy szerintem hogyan kell megteremteni egy olyan közeget, amiben mindez valóra tud válni. Tehát igen, biztos, hogy csodálatosak azok a számsorok, például, amelyeket úgymond a kollega, fölvázol, de én azt érzékelem, hogy magasabb szinteken már számok, számsorok sem lesznek. És valószínű, hogy ott az isteni kinyilatkoztatás már teljesen másképpen zajlik, nem számok, nem betűk alapján, tehát valószínű, hogy ott már írnunk sem kell, viszont akkor szerintem egy idő után az ilyen típusú testekre sem lesz szükség, vagyis arra, hogy a különböző lelkek testekbe Hát jó kérdés, hogy mondjuk magasabb szelemi szinteken hogyan történik a kinyilatkoztatás, egyáltalán, hogy ott van-e. Én azt érzékelem, hogy igen, van. Sőt, a szelemi mintában is ez egy nagyon fontos feladat, miképpen szerintem a különböző lelkek ott is kinyilatkoztatnak, csak nem biztos, hogy fizikai testek formák által. Teljesen más, hangokat érzékelek. Na most a hang, mint olyan, nem csak a szánkon keresztül távozhat, és nem csak így tudunk különböző hangokat generálni, hanem szerintem maga ez az energetikai rendszer is képes különböző hangokat teremteni, és nem kell őket leküldeni a fizikális rendszerbe. Én úgy érzem, hogy magasabb dimenziók által is működnek észlelhetőek különböző hangok, de szerintem például számok és betűk már nem. Ugyanakkor beszélni kell a képekről, mert az a nagyon érdekes, hogy ahhoz, hogy én különböző képeket érzékeljek, ahhoz sem kell anyag, test, fizikum, mert ezek a képek a magasabb szintű önvalóban születnek, ott jönnek létre, ahhoz kell test, ahhoz kell anyag, hogy én ezeket a képeket láthatóvá tegyem. De ahogyan már sokszor elmondtam, egy idő után szerintem a különböző lelkek nem akarnak mindent láthatóvá tenni, és nem akarnak majd mindent besüríteni. Valószínű, hogy azért, mert nem ez lesz a feladat, mert Isten, mint olyan, nem ezt fogja elvárni tőlünk. A képek meg fognak maradni. Szerintem a képek mindig is megmaradnak és örökké élnek, például az isteni csúcsminőségben, és folyamatosan úgymond teremtődnek, alakulnak és születnek, de nem minden kép jön ide, nem minden kép válik láthatóvá a fizikális rendszerben. Vannak olyan képek, amelyek magasabb szellemi szinteken érvényesülnek, de hát így is nagyon jól lehet őket érzékelni. Most már például én nem minden képet akarok ide besűríteni. Régen volt egy ilyen fixa ideám, mondjuk így, vagy egy ilyen készítésem, hogy minden egyes képet meg akartam jeleníteni, valahogyan meg akartam itt mutatni, de most már nem. Szerintem azért, mert most már magasabb szintek által fogalmazódom meg, és nagyon mondtam, hogy az ember elér egy ilyen minőséget, akkor már nem akar igazából semmit bebizonyítani, mint ahogyan én sem, ergo anyagra sincs szükség. Tehát, hogyha az ember eljut egy olyan állapotba, hogy már igazából semmit nem akar bebizonyítani, akkor szerintem az anyag eltűnik, mert hát minek a fizikum, ugye? Kérdezzük meg. A fizikum, a fizikális rendszer igazából arra való, amit mondtam, hogy különböző mankók legyenek, viszonyítási pontok, ugyanakkor, hogy sok mindent láthatóvá tegyünk, hogy sok mindent bebizonyítsunk, de ha ezek a vágyak eltűnnek magasabb szinteken, akkor szerintem az anyagi rendszer is fellágyul, az a fajta sűrű mátrix, amiről én beszélek, és elég lesz az, hogyha mi nagyon sok mindent csak sziluettekként érzékelünk, és ha csak energetikailag látunk, mint ahogyan én karádit így érzékelem, és megmondom őszintén, hogy majdnem teljesen olyan, mintha itt lenne. Ha itt lenne anyagban, ha itt lenne testi formában, akkor megint csak véges lenne a léte, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a testeknek véges a léte. De szellemi szinteken nincs mulandóság, nincs halál. Ergo ott van maga az örök élet. Tehát ezért mondtam azt, hogy mindent ide kell visszasegíteni, magas frekvencián, magas rezgés szinten, és ezért indult el az itteni emelkedés, mert szerintem ez az egész univerzális rendszer úgymond halad följebb, és még följebb, vissza az egységbe, és az is lehet, hogy egy idő után egyetlen egy fizikális bolygó élő terület sem fogalmazódik meg, mert minden hazaér, és minden már csak energetikailag nyilvánul meg, ahol a lelkek nem akarnak semmit bebizonyítani, és ugyanakkor föltámasztani sem, mert ott az élet örök, és semmit nem akarunk majd testekbe, formákba ültetni, mert rájövünk arra, hogy igazából erre nincs szükség. Úgyhogy az is lehet, hogy a föltámadásra csak fizikális rendszerekben van szükség, és csak akkor, hogyha az ember mindent bizonyítani akar, és mindent kézzel foghatóvá akar tenni. Ha mindezt el tudjuk engedni, magyarán leépítjük az egónkat, a ragaszkodást, a kapaszkodást, a birtoklást, a szerzést, az ebbéli vágyainkat, akkor szerintem nem lesz szükségünk föltámadásra sem, vagy nem ilyen típusú feltámasztásra, hanem arra, hogy energetikailag támaszunk föl nagyon sok mindent, és hogy minden így éljen örökké a szellemi rendszerben. Hát azt is mondhatnám, hogy Isten közelségben, mert ahogy mondtam, szerintem csak egy ilyen típusú aurában, közegben lehet mindezt kieszközölni. Na most nyilván, hogy egy ilyen mintázatban már az anyag sem fog dominálni, mert az embernek nem lesz szüksége anyagra. Tehát a tömegtermelés, mint olyan, egy idő után le fog állni a földön, főleg akkor, hogyha emelkedett mesterek fognak ezen a bolygón élni. Nyilván, hogy akkor már sokkal kevesebb ember fog megfogalmazódni a Földön, de az is lehet, hogy nem embereknek fogják őket hívni. Azt nem mondom, hogy guruknak, de legalábbis olyan teremtményeknek, akik már sokkal közelebb vannak az igazsághoz, vagy, vagyis a saját önvalójukhoz, a megérkezett rendszerükhöz, és akkor a pénzrendszer is le fog állni, mert a pénzrendszer, is, csak a mátrixban, ebben a sűrű összetettségben és alacsonyabb tudatszinteken valósul meg, miképpen hát ez az egyik legerősebb, úgymond viszonyítási pont és alap, hiszen az ember sajnos mindent pénzben mér, mindenre rányomott egy összeget, egy számsort, csak ezek másfajta számsorok, ezekben nem pozitív energiák nyilvánulnak meg, és ugyanakkor én azt gondolom, hogy a legnagyobb és legtöbb blokkot, akadályt generálják az emberiség számára, és ezért van az, hogy az emberiség olyan erősen szenved, és boldogtalan, mert mindenen ott vannak ezek a számok, amelyeket nekünk teljesíteni kell, ugyanígy meg kell jeleníteni, de ezeket nem tudjuk megjeleníteni, pláne nem időre, mert, ahogy mondtam, a fizikális rendszer Teljesen másképpen működik, mint a szellemi. Sokkal több blokk van itt, sokkal több akadály. Az energiák nem tudnak olyan gyorsan áramolni a sűrű összetettségben, mint magasabb szinteken, amelynek a szerkezete tulajdonképpen már sokkal lágyabb és jóval magasabb frekvencián rezeg. Tehát ez az, amit nem értenek meg nagyon sokan, hogy Saját magunknak gyártjuk a különböző akadályokat és szenvedéseket azáltal, hogy pénzrendszer van, hogy határidőket szabunk egymásnak, mert ezeket százszerzelékosan soha nem fogjuk tudni betartani, azért, amit mondtam, mert túl sűrű a mátrix, és az energiák nem tudnak szabadon áramolni. Az lenne a lényeg igazából szerintem, hogy az energiák totálisan szabadon tudjanak áramolni, de ha szabadon áramolnának, mindenféle blokk nélkül, akkor nem lenne szükségünk pénzre, nem lennének ilyen akadályok, az emberek föllélegeznének, és hát én azt gondolom, hogy egy sokkal mesteribb szintű létalapotot lehetne kialakítani, pláne magasabb szinteken, tudatállapotok kapcsán. Tehát ez a rendszer nagyon régóta működik rosszul, hibás kódok által. Rengeteg hibás kód van a Földön. Ezeket kellene valahogyan felülírni. Miképpen arra jöttem rá, hogy szerintem az öregedés is hibás kódok által működik, és én azt gondolom, hogy ezt a rendszert is valahogyan ki kellene kódolni. Tehát, hogyha meg tudnánk fejteni azt, hogy milyen hibás kódok által Jön létre maga az öregedés, akkor valószínű, hogy egy idő után leállna ez a folyamat. Hát lehet, hogy ennek a férfinek vannak erre nézve is különböző számsorai, de szerintem energetikailag kellene kikódolni ezt az egész rendszert és folyamatot, magasabb szintekre kellene emelni, és akkor egy idő után az öregedés, mint olyan nem indulna be. Igen, tehát én úgy érzem, hogy azért indul el úgymond a hanyatlás, mert teljesen átkódolták az itni rendszert. Arra még nem jöttem rá, hogy milyen számok vagy kódok alapján, de azt érzékelem, hogy szerintem ezt az egészet valahogyan felül lehetne írni energetikailag, és akkor abban a mintában már nem indulna el sem a hanyatlás, sem az öregedés, és ott már nem is fog megjelenni a mulandóság, ergo a halál. Tehát a jelenések könyve tulajdonképpen erről ír, bár ugye különböző számokat vagy kódokat nem jelenítenek meg. Szerintem ez a férfi, aki különböző számsorokkal operál, ezt akarja megfejteni, és ezt akarja, ezt a rendszert akarja valahogyan szimbolizálni, jó úton jár, de ahogy mondtam, szerintem egy idő után nem lesz szükségünk számokra, és számok nélkül is mindent úgymond meg tudunk gyógyítani, ki tudunk kódolni, fejebb tudunk emelni, és át tudjuk váltani ezt az egész rendszert, mert szerintem a számok is, mint olyanok, lecsökkentik a szinteket, tehát nem tudunk olyan hathatós eredményeket elérni, mert visszahúznak. Ezek az aspektusok, ezt érzékelem, hogy visszahúznak. Igen. Tehát igazából szerintem a különböző képeket és a hangokat kellene még inkább érzékelni. Azt, hogy Istenben milyen képek jelennek meg. Na most, ahogyan mondtam, vannak olyan emberek, akik azokat a képeket, jeleket, kódokat próbálják itt átadni, amelyek ebben a magasabb szintű rendszerben fogalmazódnak meg, ők lesznek a szerzetesek, a proféták, a kinyilatkoztatók, és azon lehet lemérni azt, hogy ki hol tart, hogy ki milyen képet próbál besüríteni. A mai emberek többsége sajnos a démoni oldal képeit és összetettségét próbálja megjeleníteni, főleg a tömegtermelés által, a média által, a reklámok által, a birtoklás által, és azáltal, hogy nagyon nagy mértékű az ellenségeskedés és az acsarkodás, és tulajdonképpen az a fajta anyagelvűség, ami nagyon erőssé és elterjedté vált a Földön. Tehát tudjuk azt, hogy kétféle oldal van, kétféle aura. Van a démoni és van az isteni közeg, mindkét rendszer Áramoltat ki önmagából különböző képeket, jeleket, kódokat, energiákat, de nagyon nem mindegy, hogy én ugye melyik oldalon állok, és hogy kit vagy mit szolgálok. Hogyha az isteni rendszert szolgálom, akkor azokat a képeket fogom megjeleníteni, amelyek tiszták, és amelyek a humánumról, az irgalomról szólnak, de akkor biztos, hogy nem leszek anyagelvű, nem veszek részt a tömegtermelésben. Nem a mai médiát képviselem, éppen ellenkezőleg, puritánabb életet élek, de ugyanakkor nagyon magasztosat és nagyon magas rezgésekkel és energiákkal dolgozom, mint ahogyan szerintem én is. Na most a másik oldal kiszolgálása kapcsán az ember anyagellvű lesz, ellenséges, gőgős és állandóan szerezni és birtokolni akar, ergo ott az ego fog dominálni, abban a rendszerben, amiről én beszélek és amit én képviselek, ott pedig az abszolútum, a totális megérkezettség, ami által a testem már teljesen másképpen működik és ami által az egész lényemet em rendszer szolgálatába állítom, és nagyon erősen fejet is tudok hajtani eme mintázat előtt, mint ahová tulajdonképpen én elértem az elmúlt húsz éves önátadó kaminom által, mert ez volt a cél. Hiszen vannak itt olyan emberek, akik ilyen kódokkal, vállalásokkal, missziókkal érkeztek, és ők biztos, hogy az aranykori mintát fogják képviselni, és nagyon hasonló dolgokról fognak beszélni, mint amelyekről például én, mert hát nyilván, hogy beléjük is ugyanez a minta lett elültetve, nyilván nem véletlenül. Hát ők valószínű, hogy rokonlelkek lesznek, mint ahogyan ezt megéreztem Karádival kapcsolatban, bár ő nem pusztán a rokon hanem szerintem az én iker lelkem a másik felem, ebben a vállalásban, legalábbis most már én őt tekintem annak, enne magasabb szint kapcsán, ő az én kiegészítő párom, még akkor is, hogyha ő is női testben élt, bár számomra most már az a természetes, hogy az én másik felem ugyanúgy nő, mint ahogyan én, bár jó kérdés, hogy mi mennyire számítunk nőnek vagy nőknek, pláne egy olyan rendszerben, ahol a női szellemi vezetők sokkal több férfias energiával vannak megáldva, nyilván nem véletlenül, mert az itteni utat és kiképzést és szolgálatot szerintem csak ilyen típusú energiákkal lehetett véghezvinni és megoldani. Hát ugyanúgy, ahogyan Karádi is tulajdonképpen így jelent meg, nagyon sok férfias határozott energiával. Hát azért volt erre szüksége, hogy a feladatát százszázalékosan és tökéletesen teljesíteni tudja. Úgyhogy szerintem nagyon sok minden hangzott el a mai előadás kapcsán, de nyilván, hogy fogom még folytatni. Az a lényeg, hogy a Mátrixot teljesen át kellene hangolni és meg kell váltani az itteni szerkezetet. Az lenne a lényeg, hogy lágyabb legyen az itteni összetétel, sokkal több fény és pozitív energia fogalmazódjon meg, miképpen így már sziluettek fognak megjelenni, amelyeknek valóban örök lesz a létük, és a feltámadás is megtörténik, bár szerintem teljesen más olyan, mint ahogyan ezt például a Biblia, mint olyan levezeti, és amit még megéreztem, hogy a számok el fognak tűnni, nem fogunk már számokkal dolgozni, csak energiákkal, amelyek rezgések, és amelyekben nagyon sokféle információ van. Ezeket az információkat fogjuk átadni, akár magasabb szellemi szinteken, akár. Fizikális testek nélkül, mert ahogy mondtam, szerintem a magasabb szintű szellemi rendszerekben is létezik egyfajta kinyilatkoztatás, de az is lehet, hogy ott maga a kinyilatkoztatás sokkal erősebb, intenzívebb és még hadhatósabb tételek jelennek meg, mert még közelebb vagyunk Istenhez, még több mindent fogunk megkapni, még szeretetteljesebb és humánusabb gondolatok tárulnak majd föl szimbiózisban leszünk ezzel a rendszerrel, és én azt gondolom, hogy a rendszerrel szimbiózisban lenni a legcsodálatosabb dolog, ami valaha történhet az emberiséggel, a különböző lelkekkel, pláne azokkal, akik elérik ezt a szintet, ezt a létállapotot, ezt a bensőséges közeget és érzést, amit én egyre inkább érzékelek, és amiben ott van karádi lénye, a megüdvözülés, az örök élet, a fény, az, amire azt mondjuk, hogy haza, vagy otthon, amire a lelkek vágynak, és ahová szerintem ez az egész rendszer siet. Segítsük ezt az utat, segítsük a létét ennek a történetnek. Miképpen, ahogyan mondtam, szerintem nagyon sokan azért jöttek ide-vissza, hogy erről a történetről beszámoljanak, ahogyan én. Az 1159. improvizációs felvételem kapcsán tulajdonképpen én folyamatosan egy történetet mesélek, hetedik éve. Hát azt is mondhatnám, hogy van mesélőkém. Nem tudom, hogy ki az, aki hét éve mesél folyamatosan. Ehhez kell kitartás, de ugyanakkor energia. Amit mindenképpen csak a magasabb szintű rendszerekből kaphat meg az emberiség, ajándékként, jutalomként. Remélem, hogy a Föld érzékelni fogja ezeket az energiákat, ha nem érzékelni, akkor a Schumann rezonancia nem rezegne már jóval magasabb szinteken, mint egykor. Tehát valamilyen szempontból itt a bizonyíték. Ha bizonyítékokra és egyfajta bizonyításra van szükségünk, hát ezt mindenki döntse el maga. Én már tudom a választ, a megoldást, és azt, hogy a jövőben Magasabb dimenziókban hogyan fogunk működni, vagy hogy én például hogyan fogok kinyilatkoztatni.